Október végén megérkeztek az influenza elleni védőoltások a kótai rendelőbe is. Az idei szezonra a három évesnél idősebbek részére összesen csak nem egy millió adag vakcina áll rendelkezésre országszerte. Felvételük különösen javasolta fokozottan veszélyeztetetteknek, akik ezt idén is térítésmentesen tehetik meg, mondta el 35 perc című műsorunkban Kis Csaba házi orvos. A 60 év felették ingyen kapják azt a védőoltást, amit, ami már megérkezett a háziorvosi rendelőkbe, illetve ugye azoknak is ingyenesen adható, akik valamilyen krónikus szívérendszeri betegségben, légzőszervi megbetegedésben vagy anyagcserebetegségben szenvednek valamint ugye azok számára is feltétlenül érdemes az oltás felvétele, akik valamiféle immunszuprimált állapotban vannak, tehát az immunrendszerük működése nem megfelelő. Ezt kiválthatja akár betegség, akár valamiféle kezelés, mint például biológiai terápia vagy kemoterápia, tette hozzá kis Csaba. A házi orvos hangsúlyozta, a gyermekek számára is fontos az influenza influenzaoltás, használatával ugyanis egy őszi téli nátha során kisebb eséllyel alakulhat kifelül nagy mértékben lehet a szövődmény csökkenteni, meg hát ugye a gyerekek is minél fiatalabbak, annál inkább fokozott kockázatnak vannak kitéve, hogy mondjuk egy súlyosabb befolyású fertőzés alakul ki náluk. Azért nyilván aggodalomra semmi ok az esetek többségében a gyerekek is néhány nap alatt úgymond maguktól egy kis szuportív terápiával átszokták vészelni ezt a fertőzést, de, de nekik is javasolt mindenképpen az oltás felvétele. A házi orvos hangsúlyozta, az utóbbi hetekben hónapokban újra felfutóban van a COVID fertőződés. Érdemes arra is nagy figyelmet fordítani, hogy az influenza és a koronavírus tünetei szinte megegyezőek, a két megbetegedést pedig egyértelműen csak tesztel vagy laborvizsgálattal lehet megkülönböztetni. Gyakorlatilag hónapok óta ö egyre növekvő jelleggel, de hát ugye nyáron is azért volt a Covid fertőzöttek, szóval valamilyen szinten folyamatosan van csak, hát nyilván van ebben egy, egy hullámzás, ami ugye itt az időjárástól is függ, attól is függ ugye, hogy mennyit tartózkodunk éppen közösségbe, tehát azért az látszott, hogy ahogy elindult az iskola, ezek a mindenféle náthás vírusos megbetegedéseknek a száma azért nagyon-nagyon kiugrott, mert ugye, hogy a gyerekek bekerülnek közösségbe, iskolába, óvodába, ö, szépen egymás között átadogatják ezeket a fertőzéseket, aztán meg viszik haza, és akkor kapják a szülők, a, a növekvő számú fertőző betegségek miatt újra szigorítások léptek életbe a kórházakban. A szabolcs már bereg vármegyei oktató kórház szerdán közleményben tudatta, hogy ismét kötelezővé teszi a maszkviselést a járó és fekvő betegellátást végző részlegekben. A rendelkezés visszavonásig érvényes.